Sziasztok, Ligetvári Patrik vagyok, ez itt a Kérdezz Felelek. A tegnapi nap folyamán érkezett kérdéseket fogom ma megválaszolni nektek. Az első kérdés Buzási Renátától érkezett Facebookról, hogy kit tartok a világ legjobb játékosának, és nagyon örül, hogy itt vagyok. Ha egy embert kéne megneveznem, az a Sander Sagoze lenne, hiszen nagyon kellemetlen volt ellene játszalom a pályán, és akármennyire is készültünk fel rá, mindig tudott újat mutatni, és hogyha meg kéne egy nevet neveznem, akkor én őt nevezném meg. A második kérdés Botján Lórántól érkezett Facebookról, hogy milyenek a kinti körülmények és az ittenihez képest a kézilabdában, és hogy ajánlom a fiataloknak, hogy külföldön próbáljuk ki magukat. Én mindenféleképpen ajánlom nekik, hogy próbálják ki magukat, hiszen egy nagyon nagy lökést ad számukra, és minden téren fejlődni fognak, mert nekem is szerintem nagyon sokat segített most a pályafutásomon ez. És a körülmények meg nagyon jók szerintem ott is, minden megvan ahhoz, hogy jó kézilabdás legyen bárki. A következő kérdés Instagramról érkezett Gurdi 7 Pétertől. Mi tetszett jobban ott, mint Veszprémben? Ha egy dolgot kéne megmondanom, az szerintem az, hogy a nyüzsgés este a városba, akármikor kimentem, mindig tele voltak a bárok, és jó hangulata volt mindenkinek, de Veszprémben is ugyanúgy jó hangulat van, meg nagyjából tele vannak az éttermek, nem tudok szerintem semmi más mondani. Talán még az időjárás télen jobb volt. A következő kérdés Német Gergelytől érkezett Facebookról. Követek-e más sportot a kézilabdán kívül, és ha igen, melyikeket? Minden sportágat követek, de főként az amerikai focit és a futballt követem. Ezekért akár hajnapban is fölkelek, de nyilván, hogyha mérkőzésem van, akkor nem nagyon szeretek, hiszen kiszeretem magam pihenni a mérkőzésre. A következő kérdés TD Mark 7-től érkezett Instagramról, hogy ki a példaképem. Két példaképem van, mind a kettő visszavonult, Carlos Perez és Nagy László, de nagyon örülök annak, hogy a Veszprémi klubnál dolgoznak mind a ketten, és tudnak segíteni engem a pályafutásom során és a szakmai munkában. Úgy érzem, hogy nagyon sokat tudok majd tőlük fejlődni. Következő kérdés, a Hajrá Építőtől érkezett Instagramról, hogy még mi a messzámom, vagy hogy titok-e a messzámom, és ha nem, akkor mi lesz? Erről nem szeretnék mondani semmit, szerintem a napok folyamán ki fog úgyis derülni, ez maradjon még titok, de köszönöm a kérdést. A következő kérdés Horváth Luca 11-től érkezett Instagramról, hogy vannak-e bevált szokásaim, babonáim a meccsek előtt? Nem nagyon, hiszen nem vagyok az a babonás típus. Valamikor bolonyai teszek, vagy valamikor milánói, ezt a kettőt szoktam változtatni, ezen kívül semmi más babonám nincsen. És köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon jók voltak, sziasztok!